Sziasztok! A múlt héten véget ért. 2022-23-as magyar labdarúgó első osztályról készített tippelésemnek a reakcióját láthatjátok. Tartsatok vele! 12. helyzettől az első helyig lentről fölfele megyünk és megnézzük, hogy ki hányadik helyen végzett az idei szezonban. Én a 12. helyre a Kecskemét csapatát írtam, de végül az utolsó helyen a Vasas FC végzett. A Vasas FC az idei szezon Kútor Attilával kezdték meg. Az ő vezetésével a csapat 7 mérkőzésből 0 győzelmet hozott össze, és ezután pedig távozott a klubtól Kútor Attila Mezőkövesdre, és érkezett helyette az ex-debreceni edző Kondás Elemér. Ő vezetésével 18 mérkőzésen 3 meccsen tudta győztesen elhagyni a pályát a csapata. Az utolsó 7 fordulóra érkezett Desi Szilárd, akivel egyetlen egy győzelmet tudott felmutatni a csapat a végelszámolásnál. A Vasas jobbnál jobb neveket tartalmazott, ilyen például mint Novotny Soma, Hollander Filip, de harmad gyenge teljesítményt raktak le az asztalra. A szezon elején még azt hittem, hogy nem fognak kiesni és bent maradnak az első osztályban, de a teljesítményüket látva bebizonyosodott az a tény, hogy nem az NB1-ben a helyük. A 11. helyre a Mezőkövesd csapatát vártam, de a 11. helyen a Budapest Honvéd csapata végzett. A Budapest Honvéd az idei szezonban nyújtotta a leges-leggyengébb teljesítményt. Nem ezt érdemelték a szurkolók, nagyon sajnálom őket, hogy végig kellett nézniük, hogy a szeretett csapatuk a bajnokságból kiesik. Thomas Körc vezetésével kezdte meg a kispesti csapat, 12 mérkőzésen 3 győzelmet ért el a csapattal. Meg is köszönték a munkáját, érkezett a csapathoz Klafurics, 20 mérkőzés, 5 győzelem, rém gyenge. A szezon végén pedig meg is köszönték az ő munkáját is. Reméljük, hogy minél gyorsabban visszajutnak a magyar első osztályba a kispestiek, mert kell egy kispesti csapat a magyar első osztálynak. 13 év után távozott a MOL a szezon végén a Székesfehérvári klubtól. A 10. helyre a Budapest Honvéd csapatát írtam, de végül a 10. helyezett a MOL Fehérvár FC. A konferencia liga playoffjából kieső fehérváriak majdnem összes hazai mérkőzését figyelemmel követtem diákmunkásságom alatt, és látva, hogy kiesnek a konferencia ligából a Köln elleni 3-0-val véget érő meccsel. Az idegenbeli mérkőzés ellenkezőleg nem ezt mutatta, a hazai Köln elleni vereséget követően megkezdődött a fehérváriak mély repülése a bajnokságban, és egy rossz szezont hozva magával. Játékosok semmi tudással és rengeteg védekezési hibával és sok gólt kapva megbuktatták Boriszt, és Juhász Roliék pedig megköszönték Borisz munkáját. Ez az igazán mély lecsúszás a Lejtőn a fehérváriaknak a Toldi Huszti páros érkezésével. Husztinak még papírja se volt róla, hogy edző lehessen, 12 mérkőzésen 3 győzelmet ért el a csapattal. 2022. március 11-e Juhász Roliék megköszönték az edzőpáros munkáját, és ennek nagyon tudtam örülni, hogy már nem lesznek itt a klubnál. Másnap, március 15-én megérkezett a jó hír, hogy Bátorz Grezják veszi át a vezető edzői posztot a Huszti-Toldi párostól. Grezják a svéd skandináv focihoz illő futball stratégiát hozta el a csapathoz, és bent tartotta a csapatot a magyar első osztályban. Remélem, hogy a MOL távozásával jobb helyezést fog elérni a csapat a következő szezonban. Ez mellett megtörténik a rossz játékosok kitakarítása, és még ez mellé a gödörből is kimászik a csapat a következő szezonban. 9. helyre a Debrecent vártam, viszont a 9. a Zalaegerszeg. A Zalaegerszeg az idei magyar kupában remekül teljesítve behúzták a kupát a Budafok előtt, ám de a bajnokságba kevésbé ment a csapatnak.
2022-re az idényt Ricardo Molinzzal kezdte meg a kupamenetelést, és az ő vezetésével vitte végig a csapat. A bajnokságban gyengélkedtek, még a kiesés szele is megcsapta őket, de a szezon végére messziről elkerülte a kieső pozíciókat a csapat az új vezetőedzővel, Boyer Gáborral. 8. helyre az Zalaegerszeget, csak hogy a 8. pozícióban az Újpest csapata végzett. Az Újpest kapta a legtöbb gólt a bajnokságban, szám szerint 55-öt, ez mellett a csapat teljesítménye sem volt meggyőző. Tics tanítványai közül én talán Csobot Kevint mondanám, aki nagyon jól teljesített az idei szezonban. Utána pedig érkezett Nebojša Vidnjević mester, és egy jobb formát hozott a csapat, és de jobb helyezést nem ért el a csapat. 7. helyre az Újpest FC-t helyeztem, ellenben a 7. helyezett a Mezőkövesd Zsóri FC lett. Mezőkövesd Subka Attilával kezdte meg a szezont, az első 7 találkozójából egyetlen egy győzelmet tudott csak felmutatni, és ezután érkezett Kútor Attila a csapathoz, és egy másabb Mezőkövesdet láthattunk a további 24 mérkőzésen, ebből pedig jött 9 győzelem. A 6. pozícióba tettem a Vasast, de végül a 6. helyzet az a Kisvárda Mastergood lett. A Kisvárda Török Lászlóval kezdte meg az idényt, az első 24 fordulóban összesen 8-szor tudta győztesen elhagyni a Kisvárda a pályát. Ők játszották a legtöbb unalmas mérkőzést talán a magyar NB1-ben. Nem akarok itt semmit, hogy szara Kisvárda meg ilyenek. Inkább azt mondom, hogy ők játszották a legtöbb unalmas mérkőzést ebben a szezonban. Utána pedig jött Újpestről Milos Kruscsics, és egyszerűen megtátosodott a csapat, és 8 mérkőzésből pedig 2-szer tudta elhagyni a pályát győztesen a Kisvárda. 5. helyen helyezkedik el nálam a Paksi FC, és nagyon jól döntöttem, mert az 5. helyezett az a Paks lett, az Atomvárosiak az ex-kaposvári edző Vatner Roberttel kezdték meg az idényt. Egy nagyon szerény, meg konkrétan semmi játékot nem tudó játékot játszott a Paks a idei szezonban, amikor Vatner Robert volt a vezető edző, és akkor utána pedig érkezett Bognár György, és az szerethető labdabiztos játék, amit Bognár György a fiúkba fektetett, mielőtt távozott az Atomvárosiaktól. Szerettem volna még ehhez hozzátenni, hogy Vatner Roberttel 19 meccs alatt 6 győzelem, Bognár Györggyel pedig 13 meccs alatt 8 győzelmet aratott a Paks. 4. helyen a Morfejvár helyezkedik el nálam, de végül a 4. helyezett az a Puskás Akadémia. A felcsútiak játék rendszere nagyon tetszett számomra, ahogy Hornyák Zsolt irányítja az övéit. Hornyák Zsoltot egy nagyon jó edzőnek tartom, így rálátva a Puskás Akadémiára, hogy nem cserélt edzőt, Hornyák Zsolt volt egész végig az edző, és még meg is hosszabbították az ő szerződését a 2025-ig, így 2025-ig, nem tudom pontosan, hogy meddig, de egy nagyon jó edzőnek tartom Hornyák Zsoltot, és nagyon jól irányítja a felcsúti csapatot, de végül nem sikerült nekik a konferenceliga selejtezője, reméljük, hogy jövőre sikerülni fog számukra. Pont az utolsó meccsen a Honvéd elleni 2-1-re megnyert bajnokin, máshogy alakultak Debrecenben a dolgok, és így nem sikerült nekik a konferenceliga selejtezőjébe bejutni, reméljük, hogy jövőre sikerülni fog nekik, vagy megnyerik a Magyar Kupát, mert elvileg 2024-25-ben már Európa Liga érhet a Magyar Kupa megnyerése, hát reméljük, hogy valamelyiket sikerül nekik megszerezni, tehát jöjjön a top 3. 3. helyen nálam a Puskás Akadémia áll, de a 3. az a Debrecen lett. A Hajdúságiak az idén João Janeiroval kezdték meg,
João Janeiro-nak összesen 6 mérkőzés jutott a kispadon, ezután érkezett a kispadra Blagojevic, és egy másabb Debrecent láthattunk abban a 24 fordulóban. Másabb felfogású, másabb szemléletű Debrecen. Megérdemelt az öröm a hajdúságokban, reméljük, hogy minél jobban fognak teljesíteni az európai porondon, a konferencia ligában, irány Európa. A második helyen a listámon a Kisvárda, de hatalmas meglepetést okozva a mezőnynek a második helyezett a Kecskemét csapata lett. A Kecskemétről senki se gondolta volna a szezon elején, hogy ekkora tudjon menetelni ez a csapat, nemhogy bent maradni az élvonalban, azt senki se gondolta, hogy bent maradnak az élvonalban, de hogy ekkora menetelést tudjanak végigvinni, hogy egy második helyezést érjenek el, azt senki nem gondolta, még a fanatikusabb Kecskemét szurkoló se gondolta álmában, hogy második lesz a csapata a szezonban, és készülhetnek az Európai Konferencia Ligára. Én már Kecskemétről csináltam egy videót, legutóbb, majd leírásba leteszem a linkjét annak a Kecskemétről szóló videómnak, és ott bővebben beszélek, hogy mit várok el a csapattól, meg stb. Így hát sok sikert kívánok amúgy is a Kecskemétnek a Konferencia Ligában való szerepléshez, meg a kölcsönjátékosok megtartásához. Így hát jöjjön a bajnok csapat, hogy ki lett 2022-23-as NB1-es szezonban. 2022-23-as Magyar Labdarúgó Bajnokság első osztályának bajnoka az nem más, mint a Ferencvárosi Tornaklub lett. Hát egy hatalmas tapsa tízen is a Ferencvárosnak, Sinorban 5-5-ször nyerték meg a bajnokságot, 6 pont előnnyel. Csercseszov edző nagyon jól összerakta a csapatot újboni bajnok avatásra. Egyszerűen nem volt kérdés, hogy ki nyeri idén a bajnokságot. Persze meginugott párszor a Fradinak a valamikor 4 pont előny volt csak a Kecskeméttel szemben itt a véghajrára közelítve, de magabiztosan a Ferencváros behúzta a bajnoki címet. Ez mellett tavasszal is részt vett valamelyik kupa kompetíciónak a tavaszi kiírásában, az mellesleg a Európa Liga csoport köréből való továbbjutás jelentette a zöld-fehéreknek, és a Leverkusen elleni mérkőzés jelentette számukra a véghajrát ott Európában, de jövőre más szebb jövőket is megálmodott Csercseszov, hogy a Bajnokok Ligája főtáblájára jusson a csapat. Reméljük, hogy sikerülni fog a Ferencvárosnak. Nagyon gratulálok innen is az Európa Liga nyolcad döntőjébe való tavaszi körbejutáshoz. Szerencsére megúsztuk a rájátszást, ott lehetett volna bárkit kapni, Barcelona, United, bárkit kaphatott volna a Fradi. Mellesleg nem lettem volna okba, hogyha ez máshogy sűjt volna el. Így hát a csoportját megnyerve nyolcad döntőbe jutott a Fradi. Leverkusen, egy csoportban voltunk velük tavaly szezonban, de nem is baj, hogy kiestünk jövőre, jobb, szebb jövőkkel, vagy reméljük, hogy szebb eredményekkel beszélhetek majd a Ferencvárosról. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha megtekintettétek ezt a mai videót, hogyha tetszett, dobjátok egy lájkot, iratkozzatok fel, és csomjátok be a csengőt, hogy le nem adjátok a következő fajta, ilyenfajta videóról. Találkozunk jövő héten vasárnap, én mindig Laci voltam. Na, sziasztok!